Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. Bizony, már elkél a kis felöltő, a kis zeke, mert hogy itt van az ősz, itt van újra, gondolom minden gyerek baromira örül neki. A világ legjobb reklám szlogenje, hogy a nyár jobb buli volt, de az ősz még jobb. Nekünk túrázóknak azonban ez teljességgel jogos és igaz is, mert nekünk a nyár nem kifejezetten a legjobb évszak. Az ősz meg a tél véleményem szerint egy sokkal jobb túrázó időszak, meg még a tavasz eleje is. Mi is egy picit hanyagoltuk egyébként az erdőjárás nyáron, kevesebb volt a videó. Egyrészt mert a weboldalra foglalkoztunk, másrészt meg mert 5 év után először én is élveztem a nyarat. Fürödtünk meg minden, és hát voltak elmaradásaink a videókkal. Viszont jó hír, hogy ugye most majdnem egyszerre fog kiérkezni ez a videó, meg Pályer Gyulának a Párduc videója, és ezekkel minden lemaradásunkat letudtuk, most már majd a jövőre fogunk koncentrálni, amiben lesznek elég érdekes és remélhetőleg nektek tetsző váratlan húzások. Na de maradjunk ennél a videónál, ugyanis a kezdő késkészítős videósorozatunk 5. epizódját fogjuk nektek bemutatni, méghozzá Enyedi Bodnár Zsolt aranysakál kését fogjuk górcső alá venni. Hát ez egy érdekes videó lesz, sok szempontból érdekes videó lesz. Aranysakál, Canis aureus latin néven, de nagyon sok más néven emlegetik ezt az állatot, például nádi farkasként, réti farkasként, csikasz, illetve toportyánként is ugye ismerik őt. A toportyán gondolom, aki a Magyar Kések weboldalt böngészi, ha más nem, Zsinko István egyik késéről már beugrott nektek. Ez az állat az emlősök osztályába tartozik, azon belül a ragadozók rendjébe, és azon belül a kutyaféli családjába. Ez egy özönfaj. Aki nem tudja, mi az özönfaj, majd mindjárt rávilágítok nagyjából, hogy miért nevezik az aranysakát özönfajnak. Ez az állat a 19. században Európa jelentős részén és Ázsiában is sűrűn előforduló állat volt. Egészen Indokínáig lehetett őt megtalálni. Egyes vélemények szerint Afrikában is élt, ám ezeket később DNS vizsgálattal bizonyították, hogy nem igaz, ott az afrikai farkas élt. 1940-re gyakorlatilag Bulgárián kívül szinte mindenhonnan eltűnt az aranysakál. Ez köszönhető volt ugye a területük fokozatos zsugorításának, valamint a sorozatos írtásoknak. Igen, írtották az aranysakát, mert ez egy rendkívül káros állat, egy rendkívül kártékony faj. Mind a vadállományra, mind a házi állományra egy nagyon kártékony állat. Gyakorlatilag minden, ami nála kisebb vagy gyengébb, arra ez az állat mozdul. És Bulgária kivételével szinte mindenhonnan eltűnt ez az állat. 1960 környékén, most nem tudom pontosan, egyébként Bulgáriában védett és nyilvánították ezt az állatot. És egyébként ugyanezen a tájékon Észak-Macedóniában spontán visszatelepült és elszaporodott ez a faj, majd megint kiirtották. Magyarországon 1940-től 1990-ig nem találtak szaporodásra képes aranysakál párt, egy-egy kóborló fajon kívül nem volt több. 1989-ben a Természetvédelmi Világszövetség vörös listájára került, mint Magyarországon is kihalt fajként emlegették, és súlyosan veszélyeztetett fajként felkerült erre a listára. Bulgáriában, mondom, egyedül ott volt védett ez az állat. No most aztán. Ennek a védettségnek köszönhetően, amit 60-as évek elején kapott Bulgáriától, ez az állat elkezdett szaporodni, és elkezdett megjelenni a környező országokban is. Egyébként 1984 tájékán Bulgáriában is visszavonták a védettséget erről az állatról. Hogy miért az önfaj? Nos azért, mert 1994 és 95-ben a vadászszövetségek hivatalos adatai szerint 6 kilőtt állatot regisztráltak Magyarországon, 6 kilőtt aranysakát. 2013-ban 1813 kilőtt állatot regisztráltak. No, ezért özönfaj. És 2014-ben 9000 példányra becsülték Magyarországon az élő aranysakálok számát, és ez a szám csak terjed. Az aranysakál egyébként Magyarországon egész évben vadászható faj. És akkor, hogy kerül az aranysakál a mi látószögünkbe? Hát Enyedi Bodnár Zsolt segítségével, mert hogy küldött nekünk egy kés Zsolti, hogy mutassuk be és véleményezzük, ez pedig az ő általa készített aranysakál. Erről fogunk beszélni, de előtte még engedjétek meg, hogy egy pár szót Zsoltról mindenféleképpen mondjak, mert ha hiszitek, ha nem,
Na ez a videónak a legérdekesebb része, ugyanis, mint a felvezetőben is láthatátok, Zsolt református lelkész, lelki pásztor. Ennek ellenére viszont furcsa volt, hogy engem választott Zsolt, hiszen nagyjából tudja, hogy milyen hozzáállásom van nekem a valláshoz, illetve a vallásokat vezető különböző egyházakhoz. Engedje meg, uram, hogy... Adakozz testvér! Jézus szolgáinak! Jehova tanúinak! A buddhistáknak! Az árváknak! Köldögnéző szektájának! Sőt, látta a videóimat, látta a Lucifert is, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki. Egy nagyon értelmes emberről beszélgetünk Zsolt esetében, aki nekem nagyon szimpatikus, ugyanis tényleg emberközpontúvá, illetve ember mellé helyezi magát a vallást, és az ő szerepüket is, és ezáltal próbál beszélgetni emberekkel, próbál segíteni nekik, ami egy számomra egy hivatás. De ehhez kell egyfajta lelki nyugalom, egy lelki béke, egy elhivatottság. Nekem ez nem megy. Én nagyon-nagyon be tudok sokalni attól, amikor 25. ember is a lelki problémáival támad engem folyamatosan, én meg hallgatom, és vár tőlem egy választ. Olajra lépett és jól tette. Új férj, új élet. Én itt ragadtam. Figyelek, mondjad! Hol tartottál? Menjél, mondjad tovább, mondjad, figyelek! Szóval srácok, nekem ez nem megy, Zsoltnak viszont megy, és éppen ezért megemelem előtte a kalapom. És a hitet próbálja átadni, a hit pedig egy fontos dolog, Zsolt és erről írt nekem egy nagyon hosszú esszét, hogy miért fontos az embereknek a hit. Sokáig gondolkodtam, hogy beleteszem ebbe a videóba, de aztán úgy döntöttem, hogy nem. Mindenki maga boncolgassa, hogy kinek mennyire fontos a hit és miért fontos a hit. Egy dolog biztos, akár vallásosak vagyunk, akár nem, a hit minden ember számára fontos, minden ember hisz. Az az ember is hisz, aki egyébként ateista és azt mondja, hogy semmiben nem hisz, ő abba hisz, hogy nem hisz semmibe. Hiszen mindenki, szerintem minden ember ösztönösen, amikor olyan komoly probléma történik, ami térdre kényszeríti, egy családtagja a kórházba kerül, vagy eltűnik, vagy balesetet szenved, akkor az első mondat, amiközben rohan a kórházba, ú, édes Istenem, kérlek, csak most segíts. De hogy Zsolt késkészítői tevékenységéről is egy pár szót szóljunk, gimnazista korában kezdett kacsingatni ez a mesterség felé, és akkoriban kevés lehetőség volt, az apukájának a jól felszerelt műhelyében kutterkésekkel kezdett először mahinálni, majd 2015 őszén a Bodnár Késes Familiától tanulta meg az alapokat, és próbálta keresgetni a saját stílusát, ami végül az északi skandináv stílus mellett maradt meg. Ezután nagyon sok tanulás következett Zsoltnál, metallurgiai szakiratok, külföldi késes szaklapok, folyóiratok, könyvek egész sorát bújta át, és már a saját jól felszerelt műhelyében dolgozik. Saját önálló kovás tűzhelye van, gázos, elektromos kovás tűzhelye van, és ő végzi a hőkezelést is. Nagyon szereti az alacsony ötödött szelszám acélokat, ugye a 75CR1-et, az 51CRV4-et, illetve a rozsdamentes acélok közül az 141-16-ot, 440B-t. Nem nagyon szereti a mai high-tech csúcsacélokat. Ő úgy van vele, hogy amire a régiek esküsznek, ő azt az acél vonulatot szereti, és ebből készíti a késeit. És Zsolt már nem kifejezetten kezdő késkészítő, hiszen azt hiszem, hogy idén januárban jelent meg írása a Nimrod Vadász magazinban is, és ő már azért készített jó pár kést, itt közben láthatjátok is a képeket, az illusztrációkat. És alapvetően, ahogy látjátok, Zsolt vadászember, és vadászik, és vadászkéseket készít. És hát, srácok, akkor fogadjátok szeretettel Enyedi Bodnár Zsolt aranysakál kését.
No kérem szépen, akkor láthatátok az aranysakál paramétereit magyar késekes módon zanzásítva, és most kibontogatjuk, igaz nem nagyon, pontosan azért, mert most nem szeretnék túl sok szót pazarolni magára a késre, előbb tesztelni szeretnék, és aztán majd a konklúzióban szeretnék hosszasabban értekezni. Általában ezt így szoktuk a kezdő késkészítős videókban, remélem így szoktuk. No. Egy nagyon szép, nagyon-nagyon filigrán kecses kés látunk a kezünkben, ami ízig-vérig vadászkés. És egyébként itt kezdődik ennek az egésznek a pikantériája, mert hát ez a kés tökéletesen beleillik Zsoltinak ugye a munkásságába, a vadászkésekkel foglalkozik vadászember, én viszont nem vagyok az. Tehát én a vadászati felhasználást nem fogom tudni nektek bemutatni, ezért a kést fogalmazunk úgy, hogy kiviszem erdőbe és ott fogok vele egy picit játszani, de nem a megszokott tesztet fogjátok majd látni, hanem egy kicsit rövidebb, amolyan kipróbálás jellegű dolgot, hiszen én nagyon kraftolgatni nem akartam, úgyhogy inkább a mehető képesség, faragó képességét néztem meg ennek a késnek. No de vissza a paraméterekhez. Egy nagyon arányos kést tartunk a kezünkben, ugye a penge hossza 105 mm, a markolathoz pedig 115 mm, 220 mm a teljes hossz ennek a késnek, és nem fulltang, hanem tűzött pengés, tehát markolattüskés késről beszélgetünk. Nagyon kecses, nagyon vékony, nagyon hosszúkásan elnyújtott, szép drop point formája van, 440 B acélból készült, ilyen 57-58 rocker környéki keménységgel van, nagyon szépen van felhozva a hegy, és full convex szélezés kapott élszalaggal, mondván, hogy ez a kés ugye faragásra, illetve zsigerlésre, nyúzásra, meg ilyesmire nagyon jó Zsolt elmondása szerint, legyen úgy, én inkább a metsző képességét szeretném ennek a késnek majd tesztelni, mint ahogy mondtam is. A markolat szilvafa, és kapott egy ilyen kis akril berakást, meg egy rozsdamentes baknit, valamint egy ilyen ezt a végére. Egyébként nagyon szépen van kidolgozva a kés, tehát így első blikre, meg így fotolapján azt mondom, nagyon szép, de Zsoltnak korábbi munkáit megnéztem, illetve azóta készülő munkáit, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát ő már tényleg nem a kezdő kategóriában van benne. Nagyon könnyű, nagyon finom, nagyon precíz műszernek néz ki egyébként a kés. És hát meglátjuk, jó, hogy mit fog tudni. Nem is akarom tovább húzni az időt, direkt nem akarok kitérni dolgokra, amelyek már most szemet szúrtak nekem. Először elmegyünk tesztelni, aztán visszajövünk és elmondjuk a konklúziót. Úgyhogy, hát srácok, lássuk, mit tudott a kezemben az aranysakál.
No kérem szépen, hál' Istennek, ugye Zsolt? Elmondhatom ennél a késnél is, láthattátok, amit láthattatok, és valóban az történt, láthattátok, amit láthattatok. Nem nagyon nyúztam meg ezt a kést, finomabb használatot eszközöltem nála, mert hogy ez nem egy hangzsárkés, és alapvetően ez a kés, ez a formavilág nem az én stílusom. Ettől függetlenül kipróbáltuk, és alapvetően vegyes érzelmeim vannak a késsel kapcsolatban. Nagyon vegyes érzelmeim vannak a késsel kapcsolatban. No, de miért még rátérnék, kitérek a tokra. Mert hogy Zsolti tokozza is a késeit, és nagyon-nagyon szép, jó minőségű bőrtokot kaptunk az aranysakához is, mint láthatjátok. Kézzel varrott, erszényes bőrtok, aminek a felfogatása nem a vadászos, derékre felrakható serifes, hanem ez a fityegős, túrázós felfogatás. Ezáltal a kés nagyon kényelmes helyre kerül, egy kézzel könnyedén hozzáférhető, kivehető és vissza is tehető, és a mozgásban abszolút nem zavar minket. Tehát ez a bőrtok egyébként zseniális. És akkor alapvetően az a nagy büdös helyzet, hogy ugye veletek mindig szigorúbb vagyok, Zsolti, a kezdő késkészítőkkel, az amatőr késkészítőkkel. Kezdem a pozitívummal. A legnagyobb pozitívum ennél a késnél, hogy ez egy tűzött pengés kés, egy markolt tüskés kés. Minden egyes alkalommal, amikor ilyen kést fogok a kezembe, az első dolog, hogy finoman hátulról betámadom, és markolat popsi felől belenézek, hogy egyenes-e a kés. Mert még profi késkészítőknél is azt szoktam látni, hogy bizony-bizony egy picit jobbra vagy balra ferdül. Nem olyan könnyű egyenes kés készíteni. Ez a nappal lőtt nyílvesző basztus. Ilyen egyenes. Ez egy nagyon profi dolog, Zsolti. Kalapom emelem. Az egész késnek a kialakítása. Van olyan jármű, ami nem itt fog elmenni, de most komolyan baszki. Az egész kés kialakítása, kidolgozása egyébként nagyon profi, nagyon szép, de nem teljesen hibátlan, és itt még látszik a profi és az amatőr közötti különbség, amikor még nem fejezel be, nem kísérsz végig egy bizonyos műveletsort, tehát nem viszed tökére. Itt van például ez a bakni, aminek a kidolgozása, a közeli fotókat látod, szóval azért ez még hagy kívánni valót maga után, ha megnézel egy Palcseszimre, egy Hostengyúri, egy Szántó Szabolcs baknit, ezen még azért lehetett volna csiszolni, hogy makulátlan szép legyen, hogy még ilyen felületes nézelődés alkalmával se botoljak bele. Amikor a pengéről kell beszélnem, akkor csak pozitívumokban beszélhetek. A 440B egy nagyon jó választás, nagyon szépen van megcsinálva, az élszalag tökéletes, az élszög is tökéletes, tollaság faragásnál azonnal az ember kezére áll, nagyon jól irányítható, pedig kecses pengéről van szó, a metsző képessége is megfelelnek a késnek, nem tudtam a metszésekbe elegendő erőt belevinni, de erre majd mindjárt kitérek, hogy miért. Egy szóval nagyon szépen van megcsinálva, tökéletesen jó. Akárcsak Nagy Zoli esetében itt is fordulunk, és a problémáim nekem itt vannak. Megint a markolat. Kezdjük az olyan esztétikai hibákkal, amik részemről megint csak kötekedések, mert majd kapok ezért mindjárt olyanokat, hogy hű. Szóval, ez az akril nekem nagyon bazári benne. Ez. Olyan vattacukor feelingje van. És amikor a fényben nézi az ember, akkor még át is látszik, látható mögötte a tenga, hogy szépen húzódik be a markolatba. Mivel ez a kés nagyon-nagyon hardline vadászkés, ez nekem valahogy stílusidegen. Egy agancs, egy csont, egy exótafa, bármi, ami ide belekerültet van a betétnek, szerintem sokkal hitelesebb, sokkal autentikusabb, szebb külsőt adott volna neki, mint ez a félig átlátszó, kicsit mondom, ilyen cukormázas akril berakás, ami itt van. Nekem annyira ez nem jön be. De ez mondjuk csak kötekedés a részemről. Én nem tudom, mi ez. Lehet, hogy a vadászok most megmosolyognak, tudja, mi ez. Én nem tudom, mi ez. Ez csuklópátnak kicsi, dísznek meg véleményem szerint nagy, arra biztos jó, hogy az ember felakassza a kését valamelyik fára, nekem ez teljesen felesleges funkció. Alapvetően nem tudom használni, viszont legalább baromira zavar. Baromira zavar. Nem tudok velem csinálni, oda teszem a kés mellé, akkor meg nagyon kényelmetlen ott lennie. Egyébként nagyon igényesen kialakított fityegőről van szó. Tehát itt van az agancs, meg a bőr. Tehát ha ide föl tudtad tenni, akkor ide miért nem? Nem tudom, nekem ez furcsa. És egy nagyon igényes ilyen részkupakkal van lezárva maga a teng, gondolom.
Viszont, még ha le is szedem róla ezt a bőrfityegőt, ez a folytott fogásnál, ez nagyon rossz helyen van. Ez így nekem nem tetszik. Ami viszont már stratégiális hiba, az a markolati forma. És ez ennek a késnek a nagy rákfenéje. Azt mondtam, hogy a markolat baromi szépen van kialakítva. Profin ki van csiszolva, le a kalappal, ez már tényleg profi szint. Zsolt, ezzel nem tudok, nem lehet betelni. Viszont a kialakítás, láthatod, hogy osztott markolatot csináltál, meg láthatjátok ti is, és az osztás utáni rész nagyon szépen feljön, ilyen madárfej rész, de szögletes. Na most, amikor erre a késre rámarkolok, egyszerre duplázva jön a kellemetlen érzés. A kis ujjamnak ez a szögletes rész, ez nem jó, ez kényelmetlen, ez fáj. De ennél nagyobb probléma, hogy a bütyök, az osztás bütyke, az pont ide esik. Pont ide. Zsolt, ez fizikai fájdalmat okoz. Tehát itt én így nem tudom használni ezt a kést. Nagyon rossz érzés. Ugye az ember azon elkezd fogásváltást eszközölni a késen. Na most, ha lejjebb megyek, még rosszabb a helyzet. Akkor meg nagyon-nagyon rossz a helyzet. Egy út van, fölfele. Ebbe az irányba kell eljönnöm. Igen ám. Így kényelmes, viszont így nagyon-nagyon közel kerül a tenyerem a pengéhez, azon belül is a borotva éles élhez, és ez a bakni nem nyújt elegendő védelmet, hogy a kezem ne csusszon át rajta. Tehát írtozatosan instabillá, úgymond félelmetessé válik ennek a késnek a használata, viszont így kényelmes. Tehát faragásoknál még azt mondom elmegy, bár megfirkálta az ujjam a szálka, amikor tollasságot készítettem. Nem tudom vadászoknál ez hogy van. Ez a markolati forma, ez nálam nem. Ez nálam negatív, ez nem pozitív. Nem fogok most pontozni, mert azt általában a profi késkészítőknél szoktam. Nem fogok pontozni, nekem ez nem jött be ez a markolati forma. Nem ezt a kést tenném be a zsebembe. Láttam neked más munkáidat is egyébként. Igaz, talán mondtad nekem, hogy ez még egy prototípus, ez az aranysakál. Zsolti, az összegzés, a konklúzióm a következő. Természetesen te már tudod mi a kés. Készítettél kést. Neked ezt nem kell elmagyarázni. Kalap emel. Tudod, hogy mi a késkészítés, és amatőrnek is nagyon jó vagy. Isten hozott a késes világban. Oda kell figyelni, hogy minden egyes részlet maximalista legyen. Ez a szakma van annyira erős, ez a mesterség van annyira erős Magyarországon, hogy az emberek joggal várják el, hogy ne tudjanak beleköpni olyan dolgon, mint ez a bakni kicsi szolás például. A stíluson belül szeretsz vagánykodni, és tudod mit, inkább nem is beszélek rá az akliról, nekem nem tetszett. Haladj tovább ezen az úton, nekem tetszik, amit csinálsz, noha nem az én világom, mondom még egyszer, ez inkább vadászoknak való történet, de nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy kipróbálhattuk a késedet. A hivatásodhoz pedig mérhetetlen sok erőt, kitartást kívánok neked. Mindkettőben sok sikert kívánok neked, jó? Mind lelkészként, mind pedig késkészítőként. Srácok, ez volt akkor az aranysakál. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, mert Bodnár Zsolti megérdemli. Mi pedig nagyon szépen köszönjük, a csatorna elbírja. És hát akkor jön az ősz, jönnek az új távlatok, és lesznek videók szép számmal, most már kicsit rá fogunk feküdni. Lesznek érdekes videók is. Van még elmaradásom, nem is elmaradás, csak még nem igazán tudtam összefoglalni a késős ebben videót, az is jönni fog majd. Meg rengeteg más lesz, közeledik a Lourdi ház, azt ne felejtsétek el, tehát ugye jön a késes Valhalla, ahol nagyon sok késkészítőtől, szinte csak késeket tudtok vásárolni, ott kint találkozunk, mert ott is kint leszünk, gyertek nyugodtan, sok szeretettel vár mindenkit Fazekas József által rendezett rendezvény. És hát menjetek túrázni, mert itt az ősz, és az ősz egy nagyon szép évszak, színes az erdő, sokkal élhetőbb, sokkal jobb hőmérséklet van, de vigyázzatok magatokra, a kések élesek, és vigyázzatok a természetre is. Találkozunk nem sokára, sziasztok!